Elli gönyörű perik. Megint lejött a pajzsos. Aha. Hú, pedig ez azt hittem meg volt ez a peri, basszeg. És nem. Hínje, baszki! Pedig jó volt a kezdés. Nem volt meg a pirosnál, meg a feketénél, kétszer se volt meg a peri. Pedig totál azt hittem, hogy de. Elvileg ők a legkönnyebben perizhetőek, mint körül, mint közül, de tudjátok, ilyenkor lehet jól beszopni, amikor valamit... Ez nem volt peri, bazd meg! Na és itt a gond. Jó, a nagy dagó most... Jó, egy meghalt. Jó. Most sem meg majd a... Jó? Már rendesen én hajolgatok. Nagy baj van. Nem tudom, mi történt velem? Nem tudom leperizni a piros gecit. Nem értem. Elramlott a periszenszem. Fasz! Most gyorsan vissza lézertől, ez az? Meg a kurva életfasza, hogy azt a mocskos leprás gecit bazd meg. Tényleg az. Nem tudom leszúrni, baszki, mert megáll és elkezdi vakarni a faszát egy helybe, hogy ba... Van egy delay-e, felúrik, meg pördül a levegőbe és utána üt. És van egy delay-e. És amiatt van ez. Hát ugye ezek... Ez easy. Na végre. Ez óriási jó volt. Menjél arrébb, gec! Ó, a faszomat! Jó.
Jó, még most kéne valahogy nagyon gyorsan egy heal, úgyhogy nem kap el a lézer. Most jó. Bassza meg, nem hiszem el! Én ezt nem hiszem el. Hol az anyádba vagy? Böske! Leesett! Leesett, baszd meg, yes! Kirepült a kibaszott mapról és megfosta magát! Yes! Ott! Yes! Igen! Oké, srácok, és most mi a fasz van? Most megvan mind a három torony. Most ott középen kell baszni valamit? Szerintetek? Ezen most átfutunk? Nem. Aktiváljuk azt. Hát de végig csináltuk a mappot, végül is. Jaj, hoppá! Így jó. Szóval, és most? Igen, igaz, kettőről beszélt, hogy... És most mit csinálunk? Valakinek van ötlete? Hogy most megvan mind a három torony. Most mi lesz? Vagy mi van? Ezt most forgattam el, mert amúgy jó volt. Valahova... Látom! Megvan! Oké, és most? Most ugorjak le? Igen. Rip!
kellene basztatni, mert túl gyors. A nagyot meg nem lehet leperizni, mert neki unblockable a támadása. Úgyhogy a kicsit kellene perizgetni szerintem. Paris Hiltonozgatni. Igen, nagyon figyelni kéne a Peri timingra. Ő ugye folyamatosan vagdal, de két specifikus timing van, amikor le lehet csapni. Aha, és most se jött össze. Mikor van a Peri timing? Ez a nagy kérdés. Mert ugye villan a sárga, én behúzom, de nem akkor van, hanem picivel előtte. Aha. De ez amúgy sebzett. Igen, az a baj, hogy... Bazd meg, az a baj, most elkaptam. Á, és beleálltam, geci, mert azt hittem, hogy megvan. A Meryl Ultimate, köszi a 26 hónapot, kreatív az igen, köszi szépen. Mindjárt elolvasom egy pillanat. Á, nem. Köszi szépen. Igen, Tincs, köszi szépen. A 31 hónapot Silent Crow Fox, köszi a 23-at. Nagyon köszike. Amikor a csávó lendíti azt a nagy lófaszt, akkor azt nem lehet átugrani. Látjátok, nem lehet mit csinálni vele, és így feléd mágneseződik. És ez a baj, bassz meg, hogy hiába leperizem, a másik fordul mellett, és akkora a területe, mint a szar. Gyerünk. Jó. Jó. Hát, de jön a másik, és nem tudok mit csinálni. Jó. Oké. Na jó, ez unblockable, bazd meg! Igen, arra nem emlékeztem, hogy van egy olyan movie, basszus.
Ez. Azt kapott el kétszer is. Érdekes. Nem baj, most a timingokat begyakoroljuk egy kicsit. Van, amikor azt mondom, hogy nagyjából érzem a timingot, van, amikor meg egyáltalán nem. Annyira picivel csúszok le pedig róla. Tudni kéne, hogy mennyi HP-ja van. Jó? Ügyesen. Jó, mindegy is. Srácok, szágadjatok le a koponyákról, komolyan mondom, mert fel fogom húzni a saját izémet a dárdára, jó? Azt nem tudom, hogy az optionsba lehet-e kapcsolni az enemy HP csíkot. Bazd meg, de nem hiszem el, hogy most... De ezért van berakva, komolyan. Nem tudom, hogy az ilyen enemy életségben van-e cucc, szerintem nem, de mondjuk ez most elég védtalálati erőszak, célzás, nyelv, nehézség, látószög. Nem, nincs ilyen. De szerintem, na mindegy. Egy próbát megérne az enemy életség, a koponya, vagy mi? Mondtam nektek már, srácok, hogyha valamit mondani akartok nekem, akkor egész mondatba, mert én nem látom az előzményt. Mondjuk, aki a gecit érdekel, hozzáállás is jó, csak... Baszki! Az benne az izgő, hogy nincs életségjük. Már nem jó? Én legalább úgy izgulnék, ha lenne. Jó. De baszd meg, de mekkora rícsa van ennek a büdös szarnak! Gyere már, bazzin! Jó? Igaz az igazság, hogy meg kéne nyomjam ezt, mert egy ütésből megöl a nagy. Jó. És kapott a csajos. Már ha csajnak identifálja magát. Még a megy is kapott egy szurkapiszkát. Kicsit visszább szippantottam az életkémet. Mi
Micsoda? Micsoda? Kettőt ütött a dagad, geci, nem egyet. Ó, jó van már a faszomat már. Hát mind, eddig mindig csak egyet ütött. Jó? Micsoda dodzsok, te jó ég. Ez volt egyébként a Peri. Ütésből kurtam, ő meg pofán baszott, azt elszálltam, je. A dagideg az nagy paraszt, az biztos. Folyamatosan figyelni kell a másikra, mivel amúgy nincsen gond, az ilyen boss fightokat alapvetően amúgy én szeretem. Jó. Srácok? Valami van? Baszik, nem tudok át! El akartam dodzsolni a dagidög mellett, és megjelent a csaj. És leblokkolt. De olyan szar, hogy ezt el kell magyarázni, az meg azt hittem látszik. Persze valaki észrevette, de... Jézusom! Na mindegy, ez már jobb volt egy fokkal. Igen, de dagidög mellett nem lehet eljönni. Nem lehet úgy elmenni, mint hogy kell. Nem a csajba blokkolódtam bele, nem a dagidögbe. Most is kettőt ütött. Bazd meg! És az előbb sikerült így eldodzsolnom. Most nem. Kombó. A csaj most elfelejtett ütni, de volt már rosszabb is. Faszom! Pedig most nem volt erre. Na jó, még egyszer próbáljuk meg, utána meg engedjük el. Szerintem ez is egy olyan game lesz, amit befejezek magamnak, mert amúgy alapvetően sajnálom, hogy annyira nem fogja meg az embereket, pedig na mindig majd összefoglalom a végén. Vagy egyébként ez a vége. Yeah.
De bazeg, de ez miért nem volt? Ezek miért nem? Miért nem volt ez, Peri? Hm? Beleálltam direkt a csajba. Ki lenne egy ébence, hogyha mondjuk két perc alatt végig tudnám vinni azt a részt, de nem fogom amúgy, mert felesleges. Ezt nem értem, hogy ez hogy a picsában nem, Peri. Az a szar, hogy a nagyot nem lehet leperizni sehogy. Hát de nem tudok akkor átsebezni semmivel amúgy. Ez már ilyen second phase. Aha. Jó, Rip. Adjuk. Legyen hát, srácok. Figyelj. Csak meg akartam mutatni ezt a játékot, meg őszintén szóval én is meg akartam nézni. Én nagyon sajnálom, hogy nem nyerte el sok mindenkinek a tetszését. Néhány embernek láttam, hogy megtetszett, láttam, hogy volt, aki meg is vette. Én örülök neki, hogy sikerült meghozni a kedvet hozzá. Én rettenetesen élveztem ezt a játékot, de már egyébként a Twitteren is azért basztaltam ki, mert a trailert, mikor megláttam, tudtam, hogy nagyon fogom élvezni. Mert ez a ilyen nagyon old school shooter jellegű hack and slash game, ami azért egy elég, hogy is mondjam, egyedi stílus, mint olyan, és nekem nagyon tetszett tényleg. Valószínűleg majd magamnak befejezem otthon, azért remélem valamilyen szinten élvezetes volt. Közben Miklának köszi a 43 hónap tier 2-t, Nándinak köszi a 4 hónapot, Edemnek köszi a 17-et, Blinkinek köszi a 33-at, nagyon szépen köszi, srácok. Srácok, holnap ugye Dark Souls tisztogatást szeretnék tartani, ez persze idig állapot függő is. Triux már ígérte, hogy segít majd nekem, de az a lényeg, hogy arra kell rájönnünk a holnapi streamben, mi maradt ki a Dark Souls 1-ből, és meg tudjuk-e csinálni. Én arra gondoltam, hogy a Manus Fight-ot félre rakjuk, megcsináljuk, hogy mi maradt még ki, és utána visszatérünk rá, egy kicsit valahogy vissza, hogy is mondjam, szokjunk a dolgokhoz. Mint olyan. Srácok, ezeknek a gamereknek általában ez a sorsa borzasztó kicsi az érdeklődés irántuk, mert kicsi az érdeklődés irántuk. De ez van. Azt mondja, Painted Bird, Kalamit, Manus és Gwyn maradt ki, Kalamitot nem nyomtuk le. Hát ez meg hogy lehet? Tényleg nem? Shit. Tehát a Painted World, Kalamit, Manus is. Jó, na mindegy, de ez már egy jó információ egyébként, Jévence, köszi szépen. Igen, tudom, hogy a Painted World se volt. Ott van, az a kezdte, hogy Painted World. Kalamit? Manuszki? Jó.
Akkor majd látjuk, hogy alakul. Akkor holnap az lesz a streamben. Reggel találkozunk a Happy Hour-ban, ha minden jól megy, srácok. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Jó pihenést, szép hetet, stb. Na, szevasztok.